Évtizedek óta nem látott válságot él át Európa a kelet-ukrajnai események miatt. Itthon Orbán Viktor vezetésével már reggel összeült a nemzetbiztonsági kabinet. Döntés született, hogy minden helyzetre felkészül a kormány, ezért a honvédség katonákat csoportosít át a keleti határhoz. Az elsődleges cél, hogyha esetleg tovább romlik a helyzet a szomszédban, akkor se jöhessenek át fegyveres csoportok magyar területre. Orbán Viktor később telefonon egyeztetett az ukrán elnökkel, biztosította, hogy Magyarország támogatja Ukrajna területi egységét. Magyarország, ahogyan eddig, ezután is támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán elnöknek, akivel telefonon beszélt kedden. A kormányfő kifejtette, Magyarország szomszédállamként aggodalommal figyeli az ukrajnai fejleményeket. Az MTI-hez eljutatott tájékoztatásból kiderül, Orbán Viktor biztosította Volodymyr Zelenszkit arról, hogy Magyarország a koordinált európai válaszcselekvés részeseként támogatni fogja a helyzet rendezésére irányuló közös uniós erőfeszítéseket. A telefonbeszélgetésről Volodymyr Zelenszky a Twitteren számolt be. Azt írta, tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt a térség biztonsági helyzetéről, valamint, hogy megállapodtak, hogy közös erőfeszítéseket tesznek a békés rendezés érdekében. Kedden kora reggel ült össze a nemzetbiztonsági kabinet a Karmelita Kolostorban. A miniszterelnök vezetésével áttekintették az ukrán válság helyzetet. Az ülésen Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Benkő Tibor honvédelmi és Pintér Sándor belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminisztérium részéről pedig Varga Tamás polgári hírszerzésért felelős államtitkár vett részt. Fel kell készülni minden helyzetre a keleti határok mentén, a humanitárius feladatokra és a határvédelemre is. Ezért katonákat csoportosítanak át az ország keleti térségébe, jelentette be a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor leszögezte, a magyar honvédségnek készen kell állni minden helyzetre. A magyar honvédség feladata kettős. Egyik humanitárius feladatok biztosítása és segítése, a másik pedig, hogy Magyarország határának a lezárása és annak biztosítása, hogy Magyarországra ne tudjon fegyveres csoportosulás bejönni. Ennek érdekében elrendeltem azt, hogy Magyarország keleti térségében végre kell hajtani megfelelő létszámú, megfelelő felszereltségű katonai erők telepítését. Vagyis a határt meg kell erősíteni. A külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel azt mondta, a hétfő esti fejlemények nyomán folyamatos az egyeztetés a lehetséges lépésekről. Magyarország soha nem törte meg az Európai Unió egységét a keleti irányú szankciók esetében. Mindezzel párhuzamosan természetesen azt gondolom, hogy nekünk, mint a térségben elhelyezkedő országnak nem szabad feladnunk még az utolsó utáni remény sem a diplomáciai megoldás lehetősége kapcsán. Szijjártó Péter hozzátette, Magyarország minden uniós egyeztetésen képviselteti magát az ukrán konfliktus ügyében.